Na srácok, szevasztok, akkor üdvözöllek titeket a Nyomozó Kutya és a Vérengző Nyúl kalandjainál, vagyis Sam és Max kalandjainál. Folytassuk is, ahol abba hagytuk. Mégpedig gyorsan benézünk Trixinek a kis lakókocsiába még egyszer, ugyanis emlékeim szerint itt elhagytam valamit. És az nem az lesz, hogy ebben bármi lenne. Így van, tehát semmi más nincs. Viszont a szekrényben egy valamit nem néztem meg, ugyanis ha videójátékos, vagyis kalandjátékos, régi kalandjátékos ösztönökkel dolgoztok, és elkezdtek a mindent megnéző szemgolyóval áttapogatni, akkor itt kinyílik a szemgolyó ennél a papírdarabnál. Ezt le is lehet szedni. It's a scorecard from the Gator Golf Emporium in Roomy Eyes, Florida. Így van, ezzel kapunk egy új helyszín még a meglévők mellé. Úgyhogy vágjuk is be az eszköztárba, és már mehetünk is útunkra. Valamint már a legelején elhagytam valamit, ugye úgy néz ki, hogy nem nagyon voltam figyelmes az előző videóban, vagyis annak a készítésekor, már pedig ezért. Itt maradt egy szörcsomó, amit Bruno barátunk hagyott hátra. És ha jól emlékszem, más dolgunk ebben vagyis ezen a karneválon nem igazán akad. Ugyanis a Cone of Tragedy és a hasonló dolgokon már túl vagyunk. Irányuljunk szépen a hatalmas gomolyakhoz, vagyis a világ legnagyobb fonalához, nevezzük így. Kíváncsi leszek különben, hogy most így egy előre játszottam valamennyit, mennyi idő alatt sikerül megcsinálnom ezt a részt, mert ugye azért az eddigi epizódokban volt egy kis bolyongás szájbe, ahol túl késő, nagyon jó. Nagyon hamar megy el ez a felvonó. Most meg kell várnom, még visszaér. Három helyszín között fogunk egyébként ingázni. Gyerünk, Nyéki! Shake a leg, Max! Az egyik az pedig ez a világ legnagyobb fonalgomolyagja. Hey, look! Ami pedig azért híres, mert elmondom röviden, amint véget ért ez a bejátszás. That's one long loose end. Too bad we can't reach it from this side of the deck. You always need a large piece of string in games like this. Szóval, ez egy olyan fonalgomolyag, ami menet közben sehol nincs elméletileg megszakítva, tehát ez egy hatalmas, egybe fonalgomolyag, egy jó hosszú szállal, amit majd hamarosan megmutatok, hogy honnan tudhatjátok meg, hogy mennyire hosszú, mert amúgy marha hosszú. Oké, beszélgessünk először inkább ezzel a fickóval, mégpedig arról, hogy mit csinál. Using my telekinetic powers to bend my tools. Why? To help me fix the rotating mechanism on this f***ing diner. Well, that makes sense. Jó sokat káromkodik, és akkor most ha megkérdezzük tőle, hogy tud-e valamit Bruno-ról. Have you heard anything about Bruno the Bigfoot? Who the f*** is Bruno the Bigfoot? Sam, he's speaking in tongues! Nem tudom, hogy melyikkel lehetett figyelmeztetni, most valamire kattintok. Percent sign, ampersand, dollar sign. And colon, semicolon, too! What are you f***ing doing? Swearing in longhand, asterisk mouth. Oké, akkor inkább a mintáról kérdezzük. What are these mouthworm tools good for? Lots of f***ing things. Like scratching those hard to reach places. Every place is hard for me to reach. Would you like a free sample? Sure. Let me make one for you. Yeah.
all yours. Thanks. Kész is van a minta. Oké, igazából itt lehetne még mit szórakozni a bal oldalon. Ugyanis hamarosan ez is majd a hasznunkra lesz. Ez a távcső. Most, ha belenézünk, úgy emlékszem, hogy túl sok mindent nem tud mutatni, meg nem is tudunk nagyon kikattintani belőle, csak forog körbe ugye az étteremnek a forgása miatt. Majd mindjárt el is mondom, hogy miért forog körbe az étterem. Illetve ezt elmondja más. Így van. Úgyhogy akkor menjünk is le, más dolgunk itt nincs, csak a szuper hajlított villáskulcsra volt szükségünk innen. Tehát menjünk le. És az alsó részen még beszélgetünk egy fickóval. Oké. Van egy olyan érzésem különben, hogy ilyen haladással nagyon gyorsan elérek oda, amit én azt mondtam, hogy fél óra lesz körülbelül felvenni, úgyhogy lehet, hogy problémás lesz ez az egész. Na, innen ezzel a fickóval kell beszélgetnünk. Do you work here? Yep, have been for 40 years. So how can I help you? Hogyan segíthetsz? Hát először is Bruno. You haven't seen an 8-foot tall woodland creature answering to the name of Bruno around here, have you? Are you talking about Bruno the Bigfoot? Yeah. He and a bunch of other Bigfoots helped build the ball of twine back in 56. Why, the stories I could tell. No! I've heard enough stories today. Have you seen Bruno recently? I haven't seen Bruno in 30 or so years. Is he in trouble? That depends on your definition. I like to use the one that involves spiny echidnae. Well, is there anything else I can help you with? Igen, mégpedig a halról kérdezzünk. Those are leftovers from our last fish delivery. Our famous rotating restaurant has fresh fish flown in every day from the world of fish in Mosquitoville, Missouri. És ezzel kaptunk egy új helyszínt ismét csak. Akkor kérdezzük meg gyors még a fonálról, és akkor mehetünk is tovább. This ball is really made from a continuous piece of twine, is it? Yep, it's the longest piece of twine in the world by 92 yards. És ha jól tudom, másról egyelőre nem is tudjuk kérdezni. Na, most akkor kezdjünk el ténykedni azon, elmondom nektek röviden, hogy szerezzünk ebből a fonálból egy keveset. Nem is érdemes egyébként erről megkérdezni utána, hogy mit csinálnának azzal, aki levág ebből egy darabot. De majd megmutatom, hogy mit válaszol arra. Na viszont, menjünk akkor ide, a halakhoz, vagyis a World of Fish nevezetű. I hear a distant rumbling. You should have thought of that before we left. Ott jön a helikopter. És ennek az az érdekessége, hogy fogja és elviszi a fickónak a kihorgászott halait minden egyes körben, és egyenesen a fonal étteremhez viszi. Weird. Úgyis van, különös. Kapásból szedjük fel ezt a vödröt tele hallal, mert erre később még szükségünk lesz. És beszélgessünk egy kicsit az illetővel, hogy megtudjunk ezt-azt. Lássuk csak, mondjuk először kérdezzünk. What's going on here? What's going on? I'll tell you what's going on. I'm risking pneumonia standing in this creek, that's what's going on. You must really love fish. Actually, I'm allergic to them. Then why do you work here? Because I'm more allergic to poverty.
Oké, akkor mi a harmadik? I love all your movies, especially the early funny ones. What are you talking about? Sorry, I must have confused you with someone else. Jó, akkor kérdezzük meg a nagylábas témát. What do you know about Bigfoots? My great aunt Lois married a Bigfoot. He used to shed all over Grandma Phyllis's upholstery. What's the deal with that helicopter? That helicopter is the bane of my existence. Every time I catch enough fish to fill a net, the helicopter swoops down and carries the fish to the Ball of Twine Diner in Central Dis, Minnesota. How sad. I know. It's like being stuck in a Norman Mailer novel. Oké, azt hiszem mindent megkérdeztünk, ami lényeges. Hát nem értem, hogy miért mondja a végén Sam, hogy nem mozdulj, hát eleve nem mozdul innen, mert itt horgássza a halakat kőkeményen. Na de akkor szedjük elő az eszköztárból a görbített villás kulcsot, és használjuk ezen a hatalmas halon itt. Ennyi. That did the trick. Ezzel meglazítottuk a csavarokat, és már be is lehet mászni, mert csak ennyi a lényeg. It's kind of wobbly in here. Aztán pedig hívjuk hey, Max barátunkat here. Is. Here I come! One must admire the skill with which the wily uber trout stalks its prey. This is one of the 10 most liberating experiences of my life, Sam. Holy mackerel. I'm a trout, stupid. Holy trout. I had always thought you were made of plaster. És nem tűnt fel neki, hogy a nyúl kinyúlt a hal szájából a horogért. Sam? I'm thinking. What's that noise? It sounds like you do when you've eaten too much Thai food, Sam. Na és ismételten jön a helikopter. Amúgy ne aggódjatok, nem lett semmi különösebb baja a fickónak. Következő körben, hogyha jönnünk kell, ismételten itt lesz. Bár úgy emlékszem, hogy ide már nem nagyon kell visszatérnünk. De majd meglátjuk. Meg is érkezünk egyenesen az étterem alsó felének bal oldalára, ugye, ahol dolgozott az a fickó, vagy dolgozik az a fickó, darabolja a halakat, csak épp nem tudja, hogy mekkora késsel jöjjön ki. Szóval elmegy kutatni. I told you I had a plan. Mi addig pedig csinálhatjuk a dolgunkat, és igazából bármit eszközölhetünk, bár nem tudunk bemenni ide. Mert ez zárva van, és nem is ez a lényeg itt, hanem hogy Max barátunkat használjuk itt a lenti szálon. Hey Max, I've got another plan. I think I liked you better when you were clueless. Shut up and climb over the rail. See? That wasn't so bad. What are you two doing out here? Any more bright ideas? Let's start crying like babies. Galileo was wrong.
I don't think we were in a vacuum, Max. Hey, how will we get our car back? Wait for it. Oké, le is érkeztünk, és ezzel gazdagodtunk amúgy egy darabbal a fonálból, ami később nagyon jól fog jönni. Na de, a lényeg az, hogy most megvan minden, ami nekünk kellett elvileg, ha nem, akkor elhagytam valamit, és visszajövök érte később. Na de, használjuk is az autónkat. Az étterembe majd későbbiekben kell visszasétálnunk, ugye, ha jól emlékeztek, van nálunk egy nagyító, amit használnunk kell majd, de nem lövöm le, hogy mire. Szépen menjünk az Alligator golfpályára, vagyis a Gator Golf nevezetű helyre. És itt kapásból van egy felvehető tárgyunk. Hozzá kell még szoknom ehhez, hogy így vezérlem. Szépen eltesszük, és mehetünk is be. A fickóval is beszélhetnénk, de azt majd megejtem visszafelé. Hogy azért egy kis poén legyen a dologban Max, számatokra. And the proprietor has no idea what happened to his Bigfoot? That's what he said, Mr. Bumpus. You know, Lee Harvey, I'm beginning to think that vast unseen forces are aligned against my quest for a Bigfoot. Ditto. Ditto? Hey, look it! It's those two, what was that word, Sam? Misanthropes? Yeah, misanthropes! What are you, anyway, the president of the hair club for short people? This is Mr. Conroy Bumpus, famed country and western star. I'd suggest you show him some respect. Yeah, well, he looks like a lounge lizard to me. And I'll bet his scalp itches from that bad rug. Maybe you should watch yourself, little furball. Yeah, well, I've got more hair on my fuzzy little butt than you do on that hollow country head of yours. Okay, I've had enough. Nobody makes fun of my hair. Hold still, you flea-bitten polecat. Here you go, boss. What a jerk. It's a nice five iron, though. Four! Azzám, és innentől most egy kis golfozás következik. Kezdjük azzal, hogy kicseréljük a golflabdákat halra, ugyanis egy mini játékba kezdünk bele, ami úgy néz ki, hogy nem golfozni fogunk, bár azt is csinálhatnánk, csak nincsen semmi. Már is. Nincsen semmi értelme, pontokat se kapunk érte, szóval szimplán kezdjünk el hallal golfozni és egymás közelébe állítani ezeket a aligátorokat, hogy át tudjunk jutni. Ezt pedig úgy tudjuk megtenni, hogy leteszünk jeleket eléjük, és rányomunk a swingre, vagyis az ütésre. Remélem, hogy jó helyre kattintottam, így is van. Nagyon előre mentél, komám, úgyhogy még egyet. Nem menj nagyon el. Úgy. Jöhet a következő aligátor, őt itt szerintem csak megfordítanom kell. Kicsit odébb megy, de úgy néz ki, hogy az elsőre mindig úgy néz ki, hogy túlságosan előre haladnak az aligátorok, szóval akkor kettőt kell odaütni. Azt hittem, hogy ha megforgatom őket, az elég. Jó, a táj, megköszönöm. Egyel tovább. Csináljuk azt. Egyet értek, bár én annyira nem utálom.
Remélem, hogy ez a alulsó itt jó helyen áll. Jó, most elmegy nagyon messzire, ami nem jó nekünk, mert ott kell, hogy megálljon a sziget előtt, ahol Max barátunk van épp. Ez az. Nagyon jó. Elég egyszerű különben ez a kis mini játék. Szóval túl sokat szenvedni nem kell vele. Annyi a lényeg, hogy együttéssel megfordítjátok a aligátort, és jó messzire elmegy a következővel, pedig visszamegy annyit, amennyit kell. Na, mint mondtam, megint csak jó messzire elment, úgyhogy üssünk még egyet. És amúgy is, hogyha jól össze van állítva a helyzet, akkor Sam barátunk már fogja is magát és elindul, szóval... Hát, ez még mindig nem tökéletes. De megvan. Így, mint mondtam, automatikusan kilép, leteszi a dolgokat és már megy is az útjára. Jeez, that certainly took long enough. Shut up, Max. I hate that game. Is that because you're a lousy golfer? You're an irritable bunny today, aren't you? Yeah, well, why don't you try sitting in this smelly booth while I beat the hell out of helpless fish? Maybe I should just leave you there. Did I mention what a lousy golfer you were? Hey, knock it off! És innentől szépen csak ki kell juttatnunk onnan. És figyeljétek a doboznak az elejét. Na, szerintem már fel is tűnt, hogy mit akartam mondani ezzel. Hey, Sam! Hey, what? I found another sample of Sasquatch fur in mange in the booth. While I spent my young life waiting, just sitting there, in that horrible booth, waiting. Jeez, Max, get over it. Okay, here, you carry it. I'd better. I'm not sure where you'd put it. That's none of your business, Sam. Szerintem itt inkább azt mondta Sam, hogy lép túl rajta, nem pedig az, hogy... Nem pedig az, hogy add ide, de mindegy, fordítók jobban tudják. Akkor nyissuk is ki ezt. És egy titkos hely kinyílott, mint ahogy láttátok, amikor Max kitörte ezt az ajtót, vagyis kilökte, akkor ez itt egy picikét megnyílott, így észrevehetővé vált, hogy van egy titkos helyben, szóval nézzünk csak körül. It's a snow globe from the Mystery Vortex in scenic Goldwump, Washington. És ezzel már meg is jött a következő helyszínünk. Take a look. Too bad it's empty or we could shake it. Like this? Yeah. What's that writing on the bottom of the globe? To Elmo the Bigfoot. Keep on truckin', Shavul the Mole Man. Hey, maybe Shavul's at the Mystery Vortex. Let's go there before I'm distracted by something. Így is van, de szerintem most egyelőre maradjunk annyiban, hogy kimegyünk innen és beszélgetünk ezzel a fickóval, amit ígértem itt a kinti résznél, ugyanis van egy-két érdekes mondani valója. A rejtély örvénye pedig megmarad én szerintem a következő videóra. De kérdezzünk csak. Not that I care, but what made you think of putting alligators and golf together? I didn't. Fact is, this place used to be a miniature golf course. Then, back in 89, the swamp flooded the whole shooting match, windmills and all. Next thing I knew, I had a half-submerged miniature golf course crawling with 10-foot-long gators. I hate when that happens. Tell me about it. So I turned a golf course into a driving range. És köpköd folyamatosan. Oké, akkor kérdezzünk egy-két dologról, mondjuk ez. Do you know what this thing is? That used to be my golf ball retriever. One of the gators bit the end clean off it. Until I get my new one, I have to get the golf balls out of the water manually. Isn't that dangerous? Take a look. Okay. So what kind of handicap does your average Bigfoot have? Bigfoot? Don't get me started about Bigfoots. I used to have a Bigfoot. He was my star attraction. I'm beginning to sense a theme here.
I kept him fed and sheltered, and how does he repay me? In tens and twenties? No, he ran away. Did he have help? Well, someone must have given him that there acetylene torch to cut through his protective ankle wear. Protective ankle wear? Okay, shackles. Okay, akkor őt is. What do you think of Conroy Bumpus? Conroy Bumpus? He's my idol. I've named all my kids and pets after him. I built a beer can shrine to him in the garage. I live for the day when I can meet him in person. Why do you ask? No reason. Azt hiszem, mindent megkérdeztünk, hogy akkor köszönjünk is el. Where would I go? És szerintem ezzel lezárom ezt a videót, srácok, remélem tetszett. Innen fogjuk folytatni. A következő helyszínünk, mint mondtam, a következő videóban a Misery of Vortex, vagyis The Misery Vortex inkább. Azt hiszem inkább az. Na szóval inkább magyarul mondom. A rejtélyes örvény lesz a következő helyszínünk. Addig is tartsatok ki, és ha tetszett a videó, akkor tudjátok a dolgotok. Következőkig pedig sziasztok!